Most következik a Bán Zsigmond református óvodások hagyományos Biblia mondó rendezvényének második része. Megkérem a napos becsoportosokat, hogy folytassák. Ha te Jézus követed, akkor leszel boldog, ha kámelyen is utal, mélye jó lesz boldog. Esik eső, fúj a szél, több is elját gondol. Jónás és a nagy Cethon. Tudom, Istenem, hogy te jó vagy, kedves és megbocsátunk. Azt mondod, menjek el Ninivébe, hogy figyelmeztessem az ottani embereket, hogy változtassanak eddigi rossz életükön. De én nem akarok oda menni, inkább olyan hajóra felszállok, ami ellenkező irányba tart. Elrejtőzök Istentől a fedélzetet. Olyan kiviában, segítség, segítség! Istenre, dobjatok bele a tengerbe! Dobjunk bele a tengerbe! Hát, ha megszűnik a vihar! Jaj! Egyre mélyebbre süllyedek a vízbe! Istenem, segíts! Bocsáss meg, Istenem, hogy nem hallgattam rá. Köszönöm, Istenem, hogy 3 nap múlva kiköpött a Cethol a partra. Megtörölközöm, és elmegyek Ninivébe, hogy figyelmeztessem az ottani embereket, hogy változtassanak eddigi rossz emberek, Isten szavával jöttem. Kérem benneteket, változtassatok eddigi rossz életeket. Hogy néha én is olyan vagyok, mint Jónás, nem akarom megtenni a jó és helyes dolgokat. Köszönöm, hogy te jó vagy, kedves és megbocsátó. Amen. A történet címe, Gedeon kis hadserege, Józsua halála után Izrael egész népe nem engedelmeskedett Istennek, ezért Isten hagyta, hogy az ellenséges serege felégessék a termését és a házaikat. Jaj, mi lesz velünk? Hol fogunk lakni? Ne féljetek, a helyetben sok barátnak, ma szépen megfúszassuk magukat. Azt a helyet senki se látta, majd az ellenségünk nem találnak meg. Gedeon úgy tette, ahogy Isten kérte, új oltárt épített az igaz Istennek. Istennek van még egy kívánságja, bevesse az izraeli hadsereget, üzzétek el az ellenséget. Kérek, Uram, küldj egy gyerek, miről tudni fogom, hogy te veled. Ha csak a bárány lesz harmatos, és a föld száraz, tudni fogom, hogy te veled. Anya,
lesz harmados, és egy apjú száraz, tudni fog, hogy te velem vagy. Agya, bűre, gyere, száraz marad! Kevesen vagyunk, de Isten velünk. Induljunk, húzzuk el az ellenségét. Micsoda zűrzava, micsoda lána, az ellenség illetében a szíve menekül. Az ellenségeink többé nem háborgatnak minket, hiszen Isten segítségével megmenekülhetünk. Kérlek, uram, kérlek, legyen az uralkodó. Nem uralkodhatok rajtatok, csak Isten. Hallom, hogy a négy útra
látta a kígyót, látta Jeremiást is, és tett valamit. Belesugott a király egyik szolgájának a fülébe, akit Ebednernek hívta. Erre hát a szolgálat fogta magát, csúcsba használt ruhákat szerintem szalkalott a kamrájából. Összekötözte, összesodolta mindent kötet, aztán ledobta a kút mélyére a sárba, és éppen Jeremiás fejére esett. Használt ruhák akadott a kamrájából, kötelet csinált. Csak nyertetek mindenképpen vele, közelebb kerültetek Isten világához, illetve fejlődött a gondolkodásotok, a tanulási képességetek is. Mielőtt befejeznénk a délelőttünket, még a csoportoktól kérnék egy-egy dolgot. Kérek, adok egy-egy feladatot. Mindig mondom, hogy ki mondja, és akkor az okoninik segítségével már kezditek is. Jó, gyerekek? Nagyon kell figyelni, mert aki nem figyel, az nem tudja, hogy mi a feladat. Az érkezés előtti imát mondja el a Katica csoport. Jöttem Jézus, légyen végünk, áld meg, amit adtál nékünk, ámen. Az érkezés utáni imát mondja el nekünk a Katica csoport. Aki minden igazat adott, annak neve legyen áldott, ámen. Mondja el az elalvás előtti imád a Fecske csoport. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a fény nyitva atyám, amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz meg, mert szüleimre, meg az én szereteimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymás reggel, ámen. Énekeljen egy, énekel a Buda Virágcsoport. Kicsik a pizza bodár, gyere itt az ujjamsége, az fele és most már vége, ülj nyugodtan kis bogár, figyelj csak megkérdezem, honnan van az érző zsákot, sok kis lábam, pöttyös hátam, kiharkodott tégedet. Téged Isten teremtett, hogy hát ezért neki hálat, de te ilyet nem tudsz itt, hát én teszem meg helyetted. Mindnyájan együtt mondjuk el azt az imát, amit a reggel ébredéskor, illetve a csendes percek első imájaként szoktam mondani. Én Istenem, jó ébredtem, te örököttél, én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy szerettem, vilasztottál. El nem hagyja mai napot, légy kísérő a jó úton. Csak narancsot meg ne szedjem, Krisztusom, üdvözlessem, ámen. És akkor
az úri imádságot a kedves szülőkkel, vendégekkel együtt szeretnénk mondani, tudod, hogy szeretjük úr vezényben kérdezni. Úr imádság. Álljatok fel! Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagyon nagy öröm számomra, hogy már a KT kérdésekből is idéztek egyet, ami vasárnap elhangzott, úgyhogy konfirmáció alkalmával. Nem azt mondom, hogy készen vagytok, de még van 7 évetek, hogy fejlődjetek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a óvodai pedagógusoknak a munkáját, nagy tisztelt úrnak a munkáját, hogy gyerekek mind ismeretben, mint magaviseletben magukon hordozhatják az Úristennek a példáját, és azt gondolom, hogy egyre közelebb juthatnak a hithez. Ezek a történetek segítenek bennünket az igazságok megismerésében, hiszen itt felnőttek vagyunk, és mindenki elmondhatja magáról, hogy néha Ninivébe kéne menni, és nem sikerül. Úgy gondolom, hogy ezek a példák megtanítanak bennünket, hogyha az Úristen valahova küld bennünket, akkor menjünk. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Gratulálok, köszönöm a szülőknek is a türelmét, a támogatását. Köszönjük, hogy olyan intézménybe íratták a gyerekeiket, ahol az Úristenről tanulhatnak. Köszönöm szépen, Gördög úr. És azt gondolom, hogy ma annyira ügyesek voltatok, hogy egy kis jutalmat minnyájan megérdemeltek a munkátokért. Nem azért csináljuk, de jön a nyár, közeleg egy szép kis ünnep, és egy kis kedvesség, egy kis emléket vigyetek haza ma, a mai napról. Nagy tisztelet Urat kérem meg, megigazgat Urat, hogy adja át a ajándékokat. Csoportonként van, igen. És a napocska csoport, és elmondom, hogy mi az ajándékotok. Azt mondtam, jön a nyár, a jó idő, egy strandlabda van mindenkinek. Szóval,